Nyíregyházán a Kereskedelmi és Iparkamara épületében található a megyei békéltető testület irodája. Az Alternatív Vitarendezési Fórum 1988-tól fogadja a fogyasztói panaszokat térítés nélkül. Nem csak természetes személyek fordulhatnak hozzánk, hanem kisvállalkozások, egyházak, társasházak, tehát minden olyan gazdálkodással foglalkozó kis vállalkozás, aki üzletkörén kívül eső célból, mint fogyasztó. Tehát gondolok itt arra, hogy egy kisvállalkozás, mint áramfogyasztó, ha a tevékenysége nem pont ez, akkor ő is ugyanolyan fogyasztó, mint a természetes személy. Vagy ha vesz egy takarítógépet, akkor ugyanolyan fogyasztó, ha nem a takarítás az ő fő tevékenységi köre. A testület munkatársai csak az idei év első felében 135 ügyet zártak le. Ennek 60%-a volt megalapozott, azaz a fogyasztói panaszt kedvezően bírálták el. Az összes ügynek a 77%-a a termékkel kapcsolatos fogyasztói panasz. Ezen belül 44%-a a lábbelikkel, cipőkkel kapcsolatos probléma. Én úgy gondolom, hogy azért ilyen magas ez az arány, mert a fogyasztóknak a tudatába ez beágyazódott, hogy ott reklamálni lehet. A többi ügyben még lehet, hogy nem annyira tudatosak a fogyasztók, itt ebben az esetben igen. Legáltalánosabb az, hogy a cipőüzlet nem ismeri el a fogyasztónak a panaszát. Legtöbbször arra hivatkoznak, és ezt szakértői véleménnyel is megpróbálják alátámasztani, hogy a fogyasztó nem rendeltetésszerűen használta a cipőt. Az első fél évben lezárt ügyek 23%-a volt szolgáltatással kapcsolatos, elsődlegesen a hulladékdíjakkal, valamint a gáz- és villamos energiaszolgáltatásokkal kapcsolatosan érkeztek panaszok az elmúlt hónapokban. A testület elnöke kiemelte, ingyen segítik a panaszosokat, irodájuk az iparkamara nyitvatartás idejében érhető el.